Sziasztok, Cserte Szana vagyok, és most megtartottuk a februári női reggelit, ami nagyon szuperül sikerült, megint teltház volt, most Orsi, akit a Zsolya oldalon találhatok meg, ő vezette nekünk a női reggelit, nagyon szuper kis hangulat volt ma reggel, úgyhogy megkértem a csajokat, hogy egyesével mutatkozzanak be, hogy ti is megismerhessétek, hogy kik ők, és hogy éppen most kik voltak jelen ezen a női reggelin. Hallhatjátok a háttérben, hogy még megy a networking, megy a beszélgetés. Ez a női vállalkozói reggeli havonta egyszer van, mindig más témában. Kicsit változik a résztvevők összetétele, de alapvetően megvan most már a kemény mag, úgyhogy ha érdekel titeket, női vállalkozók vagytok, akkor mindenképpen csatlakozzatok. A Facebook oldalon szokott fent lenni az esemény, ugye a rendezvényt érnek a Facebook oldalán, úgyhogy ha bekövettek, akkor mindig kaptok értesítést, de az előző az például 6 órán belül betelt, úgyhogy résen kell majd lenni. Alapvetően minden harmadik kedden szokott lenni ez a női reggeli, úgyhogy hajrá, és remélem, hogy egy-két ember bekövettek, és igazából érdekel titeket, hogy mivel foglalkoznak a mások. Köszönjük szépen! Én Szabó Orsolyának hívnak, én a Zsolya Communicationnek vagyok az alapítója, néhány utokkal már találkoztam, de többetekkel még nem, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, és remélem, hogy mindenkivel tudok beszélni egy kicsikét. Nem volt még ilyen feladatkorom itt Szandráiknál, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen terjedelmű az, amit most szeretnék nektek mondani, de a lényeg az, hogy egyik maradhatunk, úgyhogy nem kell izgulni, addig csak befejezem. Szóval, amiről ma szó lesz, ahogy látjátok is, az a 2020-as social media trendek. Igyekeztem nektek összefoglalni azokat a legfontosabb irányzatokat, amerre idén megy a közösségi médiában a kommunikáció. Ez szerintem ahhoz, hogy egy vállalkozást sikeresen vigyetek az online térbe, ez elengedhetetlen. Kell rá reagálni, sőt én azt mondom, hogy aki ezeket jól tudja adoptálni, az elé tud menni a versenytársainak. Úgyhogy remélem, hogy néhány hasznos dolgot itt fogtok tudni magatokkal vinni, és a végén lesz egy kis meglepi, vagy egy kis játék is, úgyhogy nem csak az lesz, hogy én beszélek, készültem nektek egy kis meglepetéssel, vagy egy TikTok, ez így is van, de azért, hogy mindig ott van 2,5 milliárd ember, akit el lehet érni, szóval én nem csüggednék senki helyében. Minden reggeli egy kicsit más, úgyhogy most bedobtam a közösbe, hogy mi lenne, hogyha készítenénk YouTube-ra egy félperces bemutatkozó szöveget, hogy fél perc alatt ki tud bemutatkozni normálisan. Szerintem egész jól bemutatkoztak a csajok, úgyhogy nézzétek végig, hogy kik is ők és mit is csinálnak. Sziasztok, én Szabó Orsi vagyok, a Zsolya Communicationnek az alapítója, és online kommunikációs tanácsadással foglalkozunk leginkább, illetve a Zsolyának 3 fő lába van. Az egyik az a klasszikus szövegírás, tehát minden, ami betű, honlapot szövegezünk, cikkeket írunk, interjút készítünk. A második az a social media management, amikor az állandó ügyfeleinknek kezeljük a közösségi média felületeit. A harmadik az pedig az online kommunikációs tanácsadás, úgyhogy gyertek, bátran keressetek, van konzultáció, workshop, webinár, meg üzleti reggelik is akár. Én Vármes Eszter vagyok, a fő profilom a videógyártás, ezen belül a YouTube-bal foglalkozom, vállalkozóknak készítek YouTube videókat, illetve tudok segíteni nektek a teljes tartalom stratégiának a felállításában, a YouTube csatorna menedzselésében, optimalizálásban, feltöltésben, és amiben igazából csak szeretnétek, ezen kívül podcast gyártásban is tudok nektek segíteni. Sziasztok, Laj Boglárka vagyok, az én márkám a Bogbag. Alapvetően környezettudatos termékeket készítek, minősített pamutból, illetve vannak ugye újrahasznosított termékeim, ez például egy régi függönyanyagból készült a hálós rész, illetve például cipőzsákokat is készítek használt molinokból, strandzászlókból, és van egy pucérkampány, csak a textil maradhat mozgalmam, amivel általános iskolákba tartok előadást. Sziasztok! Kövessetek a Bogbag oldalon! Sziasztok! Megyesszei Dóra vagyok, a BFF Pilates alapítója. Ez a 13. kerületben nyitott új Pilates stúdió, ahol 8 reformeren gyakorolhatjátok a dinamikus pilateszt. Kövessetek be Instagramon, BFF Pilates a név, és gyertek bátran, mindenkit szeretettel várok. Sziasztok! Sziasztok! Davida vagyok, szövegíró, blogger, kommunikációs tanácsadó. Davida kommunikációként megtaláltok a Facebookon, Davidaként pedig
szinte minden közösségi média felületen. Ha segíthetek nektek is, vagy időt akartok spórolni, hogy ne nektek kelljen megírni a szövegeket, akkor csak keressetek meg. Sziasztok, Balogh Bíró Csilla vagyok. Én pedig Gyetvai Éva vagyok, sziasztok. Szállás marketinggel és stylinggel foglalkozunk idegenforgalmi szálláshelyek számára. És megtaláltok minket engem az Alkotóház név alatt Facebookon. Én a Bíró Csilla Homestaging oldalon Facebookon. Keressetek, forduljatok hozzánk bátran, hogyha lakberendezési témában, vagy pedig szálláshely lerendezéssel kapcsolatban van szükségetek segítségre. Sziasztok, Maros Favi Csilla vagyok, a Present Coaching és Training alapítója. Elsősorban felsővezetők önismeretének a mélyítésével és a hatékonyságuknak a fejlesztésével foglalkozom. Többek között nők és férfiak, vagy vezetők és beosztottjai közötti együttműködés fejlesztésben tudok segíteni. Azt szoktam mondani, hogy általában megtanítom a nőket egy férfi szemével látni, és a férfiakat egy nő fejével gondolkodni. A Facebookon megtaláltok a Present Coaching és Training alatt, női vezetőfejlesztés, Maros Favi Csilla. Sziasztok, Bencúr Kolozsi Márta vagyok, a Color DSGN megálmodója. Weboldalakat készítek, tervezek, illetve logót, arculatot. Úgyhogy ha szükségetek lenne egy szép, elegáns, letisztult megjelenésre, online megjelenésre, akkor keressetek engem nyugodtan. A Facebookon és az Instagramon is a Color DSGN néven találtok meg. Sziasztok, Suklaudia vagyok, és táplálkozási szaktanácsadó, ahol engem megtaláltok, az a Shape Design honlap. Ezt a közösséget azért hoztam létre, hogy az olyanoknak segítsek, akik mondjuk diéta után tanástalanok abban, hogy hogy tartják meg az alakjukat, hogy maradjanak egészségesek. Alapvetően csinálok diétákat is, viszont a specializálásom az, hogy a diéták után az embereket tanácsadással, folyamatos utánkövetéssel tudjam őket támogatni és segíteni abban, hogy életük végig meg tudják tartani azt az alakot, amiért mondjuk megdolgoztak 3 hónap alatt. Köszönjük szépen, hogy végignéztétek a videót, hogyha valaki inspirált titeket, és kíváncsiak vagytok a vállalkozására, akkor lent a leírásban megtalálhatjátok mindenkinek az elérhetőségét, úgyhogy hajrá, és hogyha pedig kíváncsiak vagytok, hogy a rendezvénytér területén milyen workshopok vagy események vannak, akkor pedig a Facebookon megtalálhatok minket a rendezvénytér kívülbelül boldogság oldalon, illetve az Instagramon a rendezvénytér kívülbelül oldalon, úgyhogy köszönjük szépen, és hogyha még újak voltatok a csatornán, akkor itt fel tudtok iratkozni. Sziasztok!